Egy hónappal ezelőtt hoztuk a hírt, hogy a székelyudvarhelyi városvezetés újszerű kezdeményezést indított el. Egy zárt csoportot hoztak létre a sokak által napi rendszerességgel használt közösségi hálón, a Facebookon, ahová véleményeket, javaslatokat várnak. A csoport tagjainak száma megközelíti a 600-at. Aki csatlakozik a csoporthoz, beküldhet fotókat leírással együtt, így módon jelezve egy problémát vagy javító szándékot. Például egy kitört facsemete, az úttesten megjelent kágyú mind-mind jöhet, fogalmazott az elindítást beharangozó sajtótájékoztatón Bunta Levente polgármester. Az udvarhelyiek nem ültek tétlenül, számos észrevétellel bombázták az elmúlt egy hónapban a hivatalt, leginkább infrastrukturális gondokról, témákról írnak a lakók. Legtöbben az utak állapotával kapcsolatosan adnak hangot észrevételeiknek, de a nem megfelelő parkolást is szóvá tették. Az előírások szerint az illetékes igazgatóság vezetője 3 napon belül köteles ugyancsak a Facebookon reagálni az észrevételekre, de ez nem jelenti azt, hogy ennyi időn belül meg is oldják az esetleges problémákat. A kezdeményezés úgy tűnik elérte célját. A modern technika világában a polgármesteri hivatal is próbál nyitni az újdonságok felé, ezért is találtuk ki az észrevételek székelyudvarhelyi Facebook oldalt. Ezúton is meg szeretném köszönni a székelyudvarhelyieknek, hogy többen jeleztek kisebb-nagyobb problémákat, lehetőségeink szerint 3 napon belül válaszolunk rájuk, és reméljük, hogy a székelyudvarhelyiek ezúton is úgy érzik, hogy polgármesteri hivatal lakosságbarátabb. A témához kapcsolódik, hogy csak azokkal a történésekkel foglalkozik a hivatal, amelyek a város és az alárendeltségébe tartozó intézményekkel kapcsolatos. A városvezetés azt szeretné, ha a több szem többet lát elv alapján a kezdeményezés javítana a város és a városháza működésén.